A 11. Bolyi-Szüreti vesszőfutás résztvevői, ahogy mondani szokták, tudták, mire vállalkoztak. Jó pár ezer kilométer van már a futócipőjükben, és szinte napi rendszerességgel fel is húzzák azt. Életük egyik meghatározó része a sport, pontosabban a futás, amely feltölti őket és gondoskodik a kiváló állóképességükről. Idén az ismert okok folytán kevesebben álltak rajthoz, mint tavaly, és ezt megelőzően. A bátrabbak eljöttek, hogy 13,5 avagy 21 kilométert teljesítsenek egyéniben, netán 2-es, 3-as avagy 4-es váltók résztvevőikén. Higgyék el, mindegyik hívás igazán emberes, csak a rutinos futóknak ajánlott távolságok ezek. Ugyanakkor csak nem 30 fokot mutatott a hőmérő, így a kilométerek mellett ezzel a külső körülménnyel is meg kellett birkóznia valamennyi sportolónak. A maszkban rajtoló futók mindennel számoltak és kalkuláltak, rutinosan teljesítették a betervezett penzumokat. Nagy számmal voltunk idén is, úgy, mint az előző években. Szeretünk bolyba jönni, ugye a Schmidt Feri barátunk, aki szintén Fut a Pécs tagja, ő szervezi ezt már évek óta, ezt a rendezvényt. Hány főbe jöttetek körülbelül, és kell-e ösztönözni a csapatot, vagy ilyenkor figyeli mindenki az internetet, és benevez, ahova csak tud? Folyamatosan népszerűsítünk minden futást. Igazából nem kellett ösztönözni, ide önmagától nevezett ez a kb. 25-30 ember, nem is tudom, mennyien lehetünk itt a Fut a Pécstől. Mindig nagy számban vagyunk. Tavaly egy kicsit többen voltunk, ide egy kicsit kevesebben. Veszélyhelyzet után újraélett egy kicsit a sportélet, lehet mondani, hogy kellett újraéleszteni az elmúlt időszakot, úgymond egy kicsit magatok mögött hagyva? Hát igazából az egyéni, a privát futások azok folyamatosan mentek, tehát bárki ugye kiment az ajtaján és futottam erre, jól esett neki. Ezek a szervezett futások, ezek ugye egy kicsit visszább mentek az elmúlt időszakon, de hát még véges volt a veszélyhelyzetnek, már jártunk versenyre, például Balatonfüredre, úgyhogy ennek örülni kell, hogy azért vannak versenyek, amik nem maradnak. Ki volt éhezve a társaság, ugye? Igen, igen. Mert hogy nem azért megvan a hangulat, a feelingje az ilyen jellegű versenyeknek is? Hát ez egy kicsit más, mint amikor kimegyünk, és akkor privát futunk a saját utcánkban, vagy a Tüskéséten, vagy itt Bolyba, vagy a focipálya körül. Ez más, ilyen is kell, hogy legyen. Holnap például megyünk egy 8000 fős versenyre, amit úgy néz ki, hogy megszerveznek. Ki számít nagyobb Spillernek a családba, te vagy a feleséged? Ki a jobb futó? Az asszony, a főnök. Ebbe is? Igen, igen, jó. Ő sokkal jobb formában van, mint én most már évek óta. Schmidt Ferenc főszervezővel beszélgetünk a 11. vesszőfutás finisébe, mert hogy nem lassan beérnek az utolsó futók is. Lassan-lassan a 21 kilométerről is visszaér majd az utolsó futó. Egy jó sikerült nap volt szerintem. Kicsit meleg volt, melegebb volt, mint szerettem volna, de úgy láttam az arcokon, hogy mindenki mosolyogva fut be, úgyhogy szerették a mai versenyt. Nem titok, kicsit tartottál ettől a versenytől, hiszen a vírus utáni első nagy eseményét Bolyban, ha lehet ezt mondani. Hát úgy látszik, az emberek már nem félnek, nyugodtan eljöttek futni. Hát érdekes volt a helyzet, mert amikor megszerveztük, azt gondoltam, hogy ez lesz az első free run tényleg majd a vírus utáni időszakban. Most meg lassan azt gondolom, hogy az utolsó lesz. Tehát az holnap még megrendezik a Vízeren a 8000 fős futóverseny, de én azt gondolom, hogy utána már nem biztos, hogy ilyen szabad futások lesznek. Tartottam tőle, kellett, hogy bevezessünk újfajta, hogy is mondjam, újításokat, mondom inkább így, maszkban volt a rajt, én is még most is kesztyűben vagyok, csak a
maszkomat azért vettem, hogy tudjak nektek riportot adni. Kim vannak fertőtlenítőszerek mindenhol, fertőtlenítő szappan, próbáltunk vigyázni egymásra. Mi a sava borsa ennek a Bolyi veszőfutásnak? Miért szeretik Isten igazából a futók? Hát nézd, kint nálok üvöltök, ismerem őket nagyon sok. Gyakorlatilag a futóknak szerintem a 60-70%-a visszajár már. Ismerjük egymást, jobban vagyunk egymással. Amikor írom a visszaigazoló levelet, akkor személyre szabottam mindenkinek egyénileg. Azt gondolom, valami ilyesmi van ennek a savaborsa. Szerethető ez a pálya? Gyakorlatilag a 13 km és a 21 km szépen befutható? Azt mondják, hogy jó pálya, jó gyors pálya. Sőt, akik most jöttek Bajáról, őnekik azért egy teljesen más látkép van, bármerre is futnak. Azt mondják, hogy a dombok itt nagyon szépek. Micsoda nagy dolog. Mi nem is veszük meg őket észre. Így elnézve a futást, gyakorlatilag óriási különbségek vannak azért futók és futók között, van, aki igazi profinak számít, és van, aki hobbi futó itt a társaságban. Pont a bajai fiú lepett meg nagyon bennünket, mert hogy a távján gyakorlatilag 4 perces kilométerrel futott végig, tehát ami ez egy, szerintem egy igen jó eredmény. A gyors vonat nem megy gyorsabb. Ő nagyon gyorsan jött, tehát ő nagyon-nagyon gyorsan jött. Van szórás persze, és az a jó, hogy ebbe a versenyben, hogy itt a hobbi futók is megtalálják maguknak a távot is, és az időt is. Tök jó. Milyen a szájíze ennek a versenynek? Te, mint szervező, elégedett vagy a látottakkal? Most mosolyogok, igen. Ez most jó. Jó. Örülünk neki. Így alakult. Korosztályban talán vered itt a mezőnyt, 62 éves vagy, és Dunaszekcsőről érkeztél. Ha minden igaz, már futva jöttél a versenyre is. Igen, végül is főkészülésnek szánom az Ultra Balaton előtt, és ez egy jó hosszú futás. Ide futni, itt a félmaratont lefutni, és utána hazafutni, ez jó. Ez emberes azért, ugye? Hát 3-4 héttel az UB előtt már kellenek a hosszú futások. 62 éves vagy, nem fiatal ember, de hát úgy nézel ki, mint egy 40 éves, legalábbis a kondid alapján mindenképpen. Hát az erős túlzás, már 4 unokám van, úgyhogy annyira nem érzem nagyon fiatalnak magam. Mit jelent számodra a futás? Miért csinálod? Hát ezt nem tudom megmondani. Elkapott ez a futás kedv, és azóta futok. És mióta tart? Egy olyan ígéretet, hogy ahány unokám lesz, annyiszor körbefutom a Balatont. És hát most bejelentette a fiam, hogy megszületik, vagyis hát most már meg is született azóta a negyedik unokám, úgyhogy idén megint meg kell próbálnom. Mikor kezdted el ezt a futást? Hát egy 6-8 éve. Körülbelül. És azóta töretlen? Igen, igen, egyfolytában, és akkor hát a szokásos utat jártam, a félmaraton, maraton, és akkor így tovább. Általában minden versenyre benevezel, vagy azért megvannak, amikre lősz? Így a Bolyi például mennyire tartozik a kedvenceid közé? Bolyiban most már hetedszer vagyok, ez nagyon jó kis hangulatos verseny, ide szeretek jönni, de általában most már inkább hosszabb futásokra szoktam nevezni. Kuruc Eszter, innen helyből, Bolyból futottad meg azt a szép eredményt, amivel első lett a 21 kilométeren, de akkor a mindennapokban is futsz, ugye? Így van. Heti körülbelül 4-5 alkalommal futok rendszeresen. Jó kondiba érzed magad? A nyár az nekem mindig így a leeresztésről szól, kicsit többet pihenek, nyaralok, utazom, ha itt nincsen vírushelyzet. Ezért a nyár végén általában nincs annyira jó kondim, de most végigedzettem a nyarat, úgyhogy most elég jó állapotban vagyok. Mennyire volt erős a mezőny a te szempontodban? Úgy tudom, hogy csak 4 lány futott teljes félmaratoni távot, úgyhogy így nem volt annyira kitűnő. Megvan a saját tempód, azzal mentél végig? Próbáltam egy ilyen 5 perces kilométer arányt belőni, igen. Ez jónak számít? Ez egy versenytempó. Az én léptékemben ez jó, igen. Mióta sportolsz, és mi ösztönzött téged arra, hogy futó legyen? Egészen gyerekkoromban kezdtem sportolni, teniszeztem 4 évig, triatlonoztam 8 évig versenyszerűen, és gyakorlatilag a triatlon az, ami rávezetett a futásra. Ezt abba kellett hagynom egy sérülés miatt, és amikor visszatértem volna, akkor a hosszú távfutásnál maradtam. Ez körülbelül 6 éve van már így. Biztos vagyok benne, hogy végigkövetted, talán végig is futottad az előző veszőfutásokat is. 11 éve tart, jó dolognak tartod? Igen, fantasztikus csapatépítő szelleme van szerintem itt a bólyak számára is, és ugye a környező városokban is szép számmal megjelentek, úgyhogy szép hagyomány. Ha nem Bolyba futsz, akkor általában hol futsz, milyen versenyeken szoktál részt venni? Budapesten általában, illetve idén futottam volna az első maratonomat Hollandiában, ahol tanultam egy évig, de sajnos elmaradt a koronavírus miatt. Ez egy életre szóló szerelem? Tehát ez a futás meg fog maradni? Hogy érzed? Nagyon remélem, igen. Jó futást! Köszönöm szépen!
Sikeresen szerepelt idén is a Schmidt család, ha lehet azt mondani, nincs nélkületek vesszőfutásbolyban. Igen, úgy éreztük a fiaimmal, most a Tamással meg a Danival, hogy alakítanánk egy csapatot, egy hármas csapatot, és ezt meg is tettük. Most a lányok, ők kimaradtak, tehát az Ágnes meg a Dóri az ezt az évet kihagyta. De ők voltak a szurkolók, ugye? Igen, ők egy nagyon stabil szurkolók voltak, úgyhogy nagyon örültünk, meg a Tamásnak a barátnője, és eljött, ő is szurkolt nekünk, és másodikak lettünk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk magunkra. Hogy láttalak itt a befutónál, azért örültél, hogy vége volt, ugye? Igen, úgy éreztem, hogy azért igen, nagy kihívás volt. Én rendszeresen járok edzeni, tehát ezzel nincsen problémám, csak az erőbeosztás. Tehát azért elmegyek, hogy önállóan edzeni, akkor ez egy kényelmes futás. Most viszont próbáltam itt a fiaimnak bizonyítani, meg a családnak, és akkor ilyenkor egy kicsit az ember, hát talán még néha erőn felül is, de kihozza magából a legjobb. Jó, magasra tetted a lécet magadnak, ugye? Hát igen, és a Dani, aki kifutott Békásig, teljesen első volt, és hát én próbáltam tartani ezt a helyet, nem sikerült. Anyadikak lettetek? Másodikak lettünk végül. Gratulálok! Úgyhogy köszönöm szépen, és jó is éreztük magunkat, és nagyon köszönjük a Ferinek, hogy ezt most már hagyományszerűen megszervezi, úgyhogy ez nagyon, és nagyon nagy az érdeklődés, azt látjuk. Szerethető rendezvény ez így belülről is? Nagyon szerethető. Egyrészt hát, hogy helyben vagyunk, itthon vagyunk, tehát tényleg, hogy mi bólyak elmondhatjuk, hogy itt a Feri ezt a rendezvényt megcsinálja nekünk, tehát egy hazai verseny. Másrészt úgy gondolom, hogy a környezet is nagyon szép, tehát ahogy kifutunk a Borjádi hídig, vagy valaki akár tovább, aki nagyobb távot vállalt, ez tovább is, nagyon szép a környezet végig. Családias hangulatú verseny és profi szervezés jellemezte az idei Boi Szüreti vesszőfutást, csak úgy, mint minden évben. Jövőre ismét a Karasica partján rohatják a kilométereket a megye profi és amatőr futói, bizonyítva elsősorban maguknak, de egyben összemérve képességeiket másokkal is. Ez az eszenciája ennek a kiváló kezdeményezésnek.